A most 6 hetes kis oroszlánokat péntek délelőtt vizsgálták meg először az állatpark orvosai. A beavatkozás alkalmával megmérték a súlyukat, kaptak féregtelenítőszert és vakcinát is. Az oroszlán kölykök azért különlegesek az állatpark számára, mert az alapító oroszlán dédunokái, mondta a híradónknak Révészné Petró Zsuzsa. 4 siker oroszlánok születtek itt a nyíregyházi állatparkban, és ez a mostani szaporulat különösen kedves a szívünknek, mert annak idején az Elek nevű oroszlánunk, aki 1996-ban alapította a nyíregyházi állatparkot, az ő dédunokái láttak napvilágot 6 héttel ezelőtt, és most az ő orvosi vizsgálatukra készülünk. Alapvetően az oroszlánokra jellemző, hogy ilyen 1,5 kilogrammos testsúlyon látja meg a napvilágot, és foltos bundával rendelkeznek a kölykök, ami később lesz majd egy szín bézs színű. A kicsik anyatejjel táplálkoznak még, olyan 3-4 hónapos korban kezdik majd először kóstolgatni a húst, de egészen 6 hónapos korukig az anyatej lesz a fő táplálék. Ival arányt tekintve 2 fiú és 2 kislányról van szó, úgyhogy hamarosan lehet látni majd a különbséget a kölykök között, hiszen alapvetően az ivari dimorfizmus erőteljes ennél a fajnál, azaz a hímeknek sörénye van, illetve ő erősebb testsúllyal is rendelkeznek, úgyhogy hamarosan a kis sörény kezdemények látszódni fognak majd a kisfiúkon. Az oroszlán az egyetlen társas életmódú macskaféle, így a nemrég született utódok nem csak az anyaállattal, de az apjukkal és nagynényükkel is együtt élnek. Az afrikai oroszlánok fennmaradása legtöbb helyen biztosítottnak látszik, bár hosszú távon az élőhelyek elvesztése miatt valószínűleg csak természetvédelmi területeken. Az oroszlánok biztos kezekben vannak, hiszen szakértő állatorvos csapat vizsgálja az egyedeket. Házi macskáknak való kombinált vakcinát kaptak, ez 3 vírusos betegség ellen véd, amit ugyanúgy házi macskák is elkaphatnak, mint ahogy állatkerti nagymacskák is. Nagyon pontosan követjük a kicsiknek a súlygyarapodását, hiszen ez nagyon fontos, mivel ebből állapíthatjuk meg, hogy rendesen neveli őket az anyja, illetve hogy elegendő táplálékot vesznek-e fel. A mostani kicsikkel már 14 oroszlán él a nyíregyházi állatparkban, amelyből 6 ritka fehér színváltozathoz tartozik. Nem véletlen, hogy számtalan irodalmi és művészeti alkotásban látható a faj, hiszen a kifejlett hímoroszlán Afrika legnagyobb és legerősebb ragadozója, méltóságteljes látványt nyújt.